Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton nyerte a vasárnapi Forma 1-es francia nagydíjat. A Mercedes brit pilótája rajt célgyőzelmet aratott Le Castellet-ben. Hamiltonnak ez az idei hatodik, egyben pályafutása 79. futamgyőzelme. A franciaországi versenyen a finn Valtteri Bottas végzett a második helyen, harmadikként Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája ért célba. A Red Bull holland versenyzője Max Verstappen lett a negyedik, ötödikként a Ferrari-s Sebastian Vettel futott be. Hamilton győzelmével tovább növelte előnyét az összetett pontversenyben. Már 36 ponttal vezet csapattársa Valtteri Bottas előtt. A harmadik helyen Vettel áll. A konstruktőrök versenyében a Mercedes toronymagasan vezet a Ferrari és a Red Bull előtt.